mai kultúrrecept részben egy kiváló magyar zeneszerző, Balázs Ádám lesz látható és hallható. Ádám azonban nem csupán zeneszerző, számomra elsősorban csodálatos ember, aki túl óriási sikerein, mai napig szerény, de nem álszerény. Kisgyermekkora óta zongorázott, majd az ELTE angol szakán végzett, illetve a Bartók Béla konzervatóriumban Kocsár Miklós tanítványaként. A diploma megszerzése után aztán Amerikába költözött. Néhány évvel később pedig már a Carnegie Hallban a Yale Philharmonikusok játszották a Hősök útja című szimfonikus költeményét, így Bartók után ő volt az a magyar zeneszerző, akinek ősbemutatója volt ott. Ismét itt a Kultúrrecept. Életreceptek művészemberektől, életművészektől, az életben boldogulás művészetéről. Hát szia, Ádám! Szia! Nagyon jó, hogy itt vagy velünk. Végre! Tudod, milyen régóta vártam erre az interjúra? Na! 2 éve. Aztán. 2,5. Még egy régi dologról volt szó, akkor egy rádió beszélgetésnek készült, és ez lett belőle, de én örülök neki. Én is nagyon. Szóval, azt tudom, hogy egy nagyon komoly zenész családból jössz. És én tudom, hogy neked ők elsősorban a szüleid, de az mit jelent, amikor az ember egy ilyen családból érkezik, és van rajta azért mégiscsak valamiféle teher? Miután ebbe a családba születtem, ezért nem nagyon tudom a másik oldalát. Én így nevelkedtem, teljesen egyértelmű volt, hogy valamilyen szinten a zenéhez közel kerülök majd, vagy művészetekkel fogok foglalkozni. Volt, már nagyon korán elkezdtem komponálni, mert nyilván apa folyamatosan dolgozott a zongoránál, én meg otthon voltam, és akkor ugyanúgy, hogy az én kisfiam most már 3-4 évesen leüldögél, és ő is írogatja kis zenét, tehát az apai mintát követi, úgyhogy így, még emlékszem is, hogy apa lekottáztat, tehát ezek megvannak, ezek a kompozíciói. Az első kompozíció? Igen, ez ilyen 3-4 éves koros. Nem tudom, hogy előszedettem vele, mert kíváncsi vagyok, mert hát ilyen nagyon kortárs művek voltak. És most te is lejegyzed, amit a kisfiad így alkot? Nem, mert én felveszem most, ja, mert ugye digitális korszakban élünk, és akkor megvan. Tehát egy csomószor van az, hogy például belejátszik a filmzenéimbe, mert ott, mit tudom én, 3 oktáv a feje pilinckázik valamit, és hogyha jó, akkor úgy benne hagyom, és nem szólok. Na most még térjünk vissza egy pillanatra a szülőkre, mert engem ez nagyon érdekel, hogy most ezt említetted, ezt a párhuzamot, de te milyen apuka vagy? Tehát, hogy te, hogyha a gyereked mondjuk azt találná ki, bármelyik, hogy zeneszerző szeretne lenni, örülnél neki, támogatnád őt? Abszolút támogatnám. Engem is mindenben támogattak a szüleim, nem volt egy olyan presszió rajtam. Azt szerették volna, hogy képezzem magam zeneileg. De volt egy bizonyos pont, amikor mert anyukám is énektanár, kórusvezető, és volt egy pont, amikor így belázadtam olyan 13 éves korom körül, és akkor abba hagytam a zenét, és nem erőltették, hogy... És akkor szépen én visszataláltam egy pár év után. De neked a nyelvtanulás is ugyanennyire fontos volt, vagy nem? Abszolút, abszolút. Hát bennem ez elég korán, olyan 15-16 éves koromban kikristályosodott, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, tehát a film zeneszerzéssel, tehát az alkalmazott zenének ennek a műfajával, és mindezt külföldön szeretném, Amerikában szeretném. És akkor ezért teljesen tudatosan már angolul is nagyon felgyúrtam magam, és az angol szak még ugye hozzá segített, és akkor így ezzel a két képzéssel a kezemben tudtam elindulni a pályám kint, és magát a film zeneszerzést én kint tanultam, és ezt ugye nagyon nehéz oktatni, és ilyen hivatalos vagy szervezett keretek közt ugye Magyarországon is kb. 10 éve van ez a képzés, és nagyon jó, hogy van. Mikor kerültél oda ki? 97-ben, és akkor elkezdtem dolgozni ennél a zeneszerzőnél, és ott ő gyakorlatilag bedobott engem a mélyvízbe, és elkezdtem megtanulni a számítógépes zenélést, mert hogy ugye ez egy nagyon fontos eleme a mi szakmánknak, és hihetetlen. Ez már 97-ben? Az itthon akkor mennyire volt innováció? Már volt egy-két olyan zeneszerző, aki ezzel foglalkozott.
Főleg akik reklámosok voltak, még a mai napig is pályán vannak, tehát hogy ez már létezett, de akkor még nem, tehát úgy volt ez, hogy ilyen hatalmas nagy vasakból jött ki a hang, tehát a hangszerek azok ilyen vasak voltak. Egy nagy darab ilyen, és akkor voltak ilyen állványok, és az abban, mit tudom én, benne volt 30 hangszer, és akkor abból jött ki a hangminta. Most manapság már ugye ott tart a technológia, hogy egy komputeren, egy laptopon is megszólal ugyanaz a minőségű hangminta, de ez akkor nem volt. És nekem meg kellett tanulnom ezeket a különböző kütyüket kezelni, szinkronizálni a programmal, filmmel, tehát hogy olyan dolgok, amik nagyon fontosak voltak, és még azért van nekem egy másik barátom, aki nagyon sokat segített, ezt azért el szoktam mondani, mert tényleg én nem voltam egy nagyon nagy komputer kezelő, és a Malek Miki barátom tanított meg engem nagyon, egy háztartásban éltünk nagyon sokáig, és akkor ott ő szépen megtanított engem a Macintos komputerrendszerre, és akkor onnantól én ezt el tudtam egy másfél-két év alatt sajátítani teljesen magas szintre, felgyúrtam magam, és innentől indult akkor az, hogy technikailag is kész voltam erre a szakmára. És az azt jelenti, hogy te ott elvégezted az iskolát, és utána közvetlenül már kaptál munkát is? Vagy ez még nem volt ennyire egyenesen ebből következő? Nem, ennek van egy létrája, tehát ez igazándiból elég hasonló a világon mindenhol ez a folyamat, hogy először a zeneszerzők ugye diákfilmekkel foglalkoznak, tehát a hasonszörű, hasonkorú, hasonszintű ifjú kollégák összetartanak, és én így kezdtem el, hogy megcsináltam, mint tudom én, 30 diákfilmet, 30 különböző rendezővel, és ebből egy rendezőből lett rendező, de abból viszont egy nagyon sikeres, jó rendező lett, akivel több filmet csináltunk, utána már nagyjátékfilmet. Szóval, hogy ezek a munkakapcsolatok, ezek nagyon fontosak, és tényleg a szocializáció, tehát hogy Amerikában megvolt ez a lehetőség, hogy elég komolyan építse az ember a nexusokat, különböző szakmai fórumokra jártam, a ismert híres zeneszerzőkkel próbáltam találkozni, beszélgetni, és az a nagy tapasztalatom egyébként, hogy minden sikeres zeneszerző hihetetlen jó fej volt, és segítőkész, és leállt beszélgetni három Oscarral is még valakivel, akinek ez annyira nagy dolgot adott, hogy nagyon sokat jelentett. Úgyhogy így szépen ezzel a közeggel, és akkor utána jött az, hogy bekerültem hatalmas nagy szerencsével egy találkozás kapcsán az HBO-nak, az amerikai HBO-nak a forgáskörébe, mint a külsős alkalmazott zeneszerző, és elkezdtem trélerekhez írni zenét, meg ilyen belső munkákat. És aztán utána szépen átraktak engem az arculatra, és akkor így alakulhatott az ki, hogy Amerikában 7 évig én csináltam a Cinemax és az HBO csatornák arculatát. Úgyhogy erre azért büszke vagyok, meg ez rengeteg munka volt, és akkor ebből azért elindult egyfajta olyan élet, egyrészt anyagi biztonság is kint, és egyszerűen meg tudtam engedni azt magamnak, hogy mondjuk dolgozzak filmeken ingyen. Mert volt más, amiből tudtam, és akkor így szépen ezután jön az a fázis, hogy az ember megkapja az első nagyjátékfilmjét. Ez is úgy volt, hogy azzal a bizonyos rendezővel, akivel megcsináltam ezt a rövid filmet, egy diákfilmet, az a diákfilm megnyerte a Tribeca Filmfesztivált, és utána ő azonnal kapott lehetőséget egy nagy játékfilmre, és akkor vitte a csapatát, és mentünk tovább. És aztán utána megint kapott lehetőséget, mert az is jól sikerült, és akkor már a Lionsgate nevű hatalmas nagy amerikai hollywoodi stúdiónak készített filmet, és én így készíthettem el az első stúdiófilmemet, mert egyébként nagyon nehéz bekerülni ebbe a stúdiórendszerbe. De most az nem lett volna egyszerűbb neked itt Magyarországon a saját neveddel, a saját lényeddel elkezdeni valamit? Miért volt fontos neked, hogy önmagad építsd fel? Mert azért értelemszerűen talán Amerikában az nem azt jelenti, mint amit idehaza, nem?
Tehát az, hogy nem volt ez nehezebb? Vagy hát sokkal nehezebb volt, mint ha itt indultál volna el a Zeneakadémiáról. Sokkal nehezebb volt, de valahogy én közelebb éreztem a saját lelkületemet, a zenei világomat ahhoz az esztétikához, amit az amerikai filmek képviselnek, és én nagyon nagy tisztelője, meg hát alkotója vagyok a magyar filmművészetnek, de nagyon más képpen volt, meg van minden. Úgyhogy megmondom őszintén, és ez jó kérdés, mert nem, fel sem merült. Nem is gondolt erre? Nem, én ezt eldöntöttem, hogy így lesz, és akkor kimentem. És persze, hogy sokkal nehezebb, és egyébként azért ez nagyon sok áldozattal is jár, ezt is tudni kell. Tehát mi most itt egy fényes oldalát látjuk annak, amit te elmesélsz, meg baromi jól hangzik, de azért, hogyha belegondolok, hogy ott vagy tök egyedül, egy háztartásban a Malek Miklós barátoddal, és akkor ti ott így próbáltok, mint fiatal srácok elkezdeni élni, meg dolgozni, meg egyáltalán, és akkor te elmész odáig, amit elmondtál, és ez egy kicsit már olyan, mint az amerikai álom, hogy beteljesíted azt, hogy te egy önfenntartó ember vagy, hova tovább, mert oda születnek a gyerekeid is. Igen. Tehát igen, a két igen. Nagyobb gyermeked, ők igen. Ott születtek, ugye? Jól tudom, abszolút, mindketten. Abszolút, mindketten New Yorkban. Igen, ennek azért nagyon sok árnyoldala van, nagyon sok dologról meg kell, vagy le kell mondani. Az is nagyon nehéz, hogy az embernek a családja, a barátai azok eltűnnek, tehát hogy nem tudunk találkozni. Ugye telefonon beszél az ember, de hogy gyakorlatilag ez nekik is nagyon nehéz volt. Főleg akkor, amikor már megszülettek mondjuk a kicsik, és nem tudták, tehát ugye néha kijöttek, kirepültek egy-két hétre, egy évben kétszer mondjuk, de hát az, mi meg egyszer vagy kétszer visszamentünk, úgyhogy ez nem sok. Nem. És akkor így egy kisgyereket látni felnőni, vagy nem látni felnőni, és ezt azért én is láttam, úgyhogy ez nem egyszerű. Meg hát azért volt ennek azért egy, amikor az ember elindul, akkor ott az nem úgy van, tehát az a magyar pénz, amit ott ér, az két hónap alatt ment el, vagy egy hónap alatt, úgyhogy... És mit csináltál akkor? Miből volt pénzed, amíg tanultál? Ilyen alkalmi munkákat végeztem, ott az ottani barátaim szereztek nekem, fotóasszisztens, tehát hogy minden nap úgy segítettek, de hogy igazándiból nem kerestem egyáltalán jól, éppen annyit, hogy valami legyen, és hogy mi sokáig nagyon nélkülöztünk, tényleg évekig nagyon keveset ettünk, olcsó, tehát hogy azért ez benne van ebbe a sztoriba, hogy az indulás az kemény volt, tehát ez egy lélekpróbáló dolog. És tényleg, hogyha kitartó vagy, mindig ezt szoktam mondani, ez az egyik legfontosabb formulája a sikernek szerintem, hogyha valaki elég kitartó és elég céltudatos. Ami eszembe jutott egyébként, és ezt tudom, és nagyon érdekes, hogy ezt mondod, nagyon nehéz ez a távolság, de például neked történetesen 2001. szeptember 11-én ott voltál New Yorkban, és láttad azt, amit az egész világ, de te élőben egyenesen. És igen, az... igen. Ez élőben. Na most például ez jutott eszembe, hogy amikor egy ilyet lát mondjuk édesapád itthon a tévében, akkor azért biztos, hogy így összerezzen, meg rámegy az idegrendszerre, amíg először fel nem hívod őt. És ráadásul az azt hiszem nem is az az időszak, amikor már úgy mindenki nagyon mobilozott vagy. Ja, mobil, hát volt igen, mobil, nem, de igen, hogy de nem tudtad őt felhívni igen. Azonnal. Nem, de azért percekkel utána, szóval ott is... Tehát az is egy érdekes sztori, hogy ugye milyen a felsőbb irányítás alatt vannak a dolgok, hogy az én akkori feleségem repülőn volt szeptember 11-én, New Yorkba tartott, és egy órára volt a landolástól. De Budapestről jött New Yorkba? Igen, aha. Jött. És én mentem volna érte ki a repülőtérre, metróval, ahol is ugye a World Trade Center alatt kellett volna átszállnom, nagyjából akkor, amikor történt minden. És ugye viszont előtte való este csaptunk egy elég görbe, jól sikerült estét. Szerencsére ezek szerint. Igen, és akkor utána senkinek nem volt kedve felkelni, és hát ez volt az egyik. És akkor nem is tudom, hogy volt talán a Miki láttál először, hogy megnyitottuk, akkor még AOL volt, tehát az volt a nagy hírcsatorna, ugye. Amerikában mindig felkelsz, és akkor AOL is láttuk, hogy Jézusom, és mi meg ráadásul úgy laktunk, hogy Astoriában, ami Queensnek egy görög negyede, a
tetőről konkrétan lehetett látni mindent, és akkor még nem dőltek össze a tornyok, hanem csak égtek. És akkor felmentünk a Mikivel, és emlékszem, hogy ilyen gyönyörű szép nap volt, tényleg nagyon szép, nagyon meleg, madarak csicseregtek, és akkor tényleg először, amikor láttuk, hogy összedől, nem hittük el, hogy ez mi volt most, akkor valami ott robbant, és hogy így ezt a ilyen hihetetlen drámai, sok ezer ember halálát okozó pillanatot, ennek a soundtrackje, a zenéje, az pedig a madárcsicsergés volt, szóval... Hú! Igen, ez nagyon, nagyon kemény volt, nagyon érdekes és megrázó élmény volt. Aztán utána engem felhívtak Magyarországról, mert akkor már azért úgy ismertek engem, főleg úgy, hogy az Amerikában élő zeneszerző, filmzeneszerző, és akkor valamelyik rádióban én nyilatkoztam is, hogy mit látok, tehát hogy ez ilyen hírértékű volt, tehát akkor még azért kevesen voltak kint. És a Bombera Krisztinára emlékszem, igen, én személyesen, aki kint volt igen, akkor. Krista, igen, igen. Mint helyszíni tudósító, ez egy gyerekként maradt meg a fejemben. Abszolút, abszolút, igen. De hát akkor te is ilyetén formán azonnal hírt tudtál adni, meg el tudtad mondani, sajnos azt, amit lehetsz. Krisztával meg ráadásul együtt jártunk egyetemre. Na tessék, hát tudod, mi jut eszembe? Felhoztad bennem ezt a napot. Olyan, tehát az az egyetem, tehát itt a Détót Krisztától kezdve, Mautner Zsófi. Milyen csapat voltatok ti? Nagyon tök jó, nagyon tök menő. Igen. Hát, nekem a megtiszteltetés, hogy most itt lehetek. Na de most ezek a dolgok, igen, és utána, jó, és pont ez a nehézség, de van aztán a pozitív dolog, és beszéljünk arról is, mert utána van ez a Los Angeles-i világ, amiről meg szerintem most bárki, aki a film körül tevékenykedik, a színésztől, a zeneszerzőn át, az operatőrig, mindenki arra vágyik, ami veled megtörtént. Los Angelesben ott vagy, élő egyenesben dolgozhatsz szuper produkciókon. Azért az meg megint csak azt gondolom, hogy egyfajta ilyen bizonyságtétel volt az itthoniaknak, hogy na jó, hát akkor a gyerek jól csinálja, amit csinál. Persze, a családnak abszolút, de mondjuk ugye a magyar művész közeg azért nagyon nagy távolságtartással kezeli a távolról jött embereket. Mert mint téged? Hát mindenki, aki valamik, igen, tehát hogy azért ezt azért ezzel én szembesültem, hogy azért amikor hazajöttem, akkor itt úgy néztek, na jó van, ez azért Amerikából jött, jó, biztos, persze. Ja, mert ez a messziről jött ember esete. Igen, mert nagyon sokan vannak így messziről jöttek, és akkor... Minden, de hogy nekem itt például újra kellett bizonyítanom Magyarországon azt, hogy érdemes vagyok arra, hogy dolgozzak a magyar filmesekkel, és ez is időbe tellett, mert egyszerűen meg kellett tanulnom azt a kicsit másfajta nyelvezetet, amit mondjuk egy magyar filmzene elmesél, amit használni kell, ezt a más nyelvet. És van olyan, amit te örökítettél át? Igen, legfőképp szakmaszemléleti dolgokat, meg olyat, amit később már itt tanítottam is a diákoknak, ami nem feltétlen a zeneszerzéshöz, hanem az egésznek a profizmusához tartozó logisztikai dolgok, azokat hoztam meg. Én azért nagyon sokat küzdöttem azért, hogy a magyar filmekben lehessen élőzene, ne ússzuk meg olcsón, tehát ne az legyen, hogy megint nincs költségvetés és elfogy, ugye ez minden. Egyébként Amerikában is ugyanez van. Tehát az utolsó? Mindig jön a igen, tehát a producer az mindig úgy telefonál, hogy nincs pénzünk. Tehát, hogy ja, találkoztam olyan producerrel, amelyiknek van, akkor az Amerikától Magyarországon át minden. Igen. És akkor a zeneszerzőnél is elfogy. Persze, hát, mert ez utómunka, mert ugye ilyenkor van az, hogy egy filmben mondjuk vannak olyan napok, amikor nem sikerül valami, rájönnek, hogy nem áll össze a sztori, akkor jön a pótforgatás. Ezek mind pénzben vannak, általában be van egy-két nap iktatva, és most már tényleg az van, hogy van azért Magyarországon egy pár producer, aki iszonyatosan profin tud dolgozni, a line producer is, és nagyon jól átlátják, ezért nincsenek olyasfajta nagy csúszások. De Amerikában is ugyanez volt, szóval. És akkor ott egy kicsit más, ugye, mert itt egy állami támogatási rendszerű filmgyártás van,
Amikor a producer belerak, nyilván vannak producerek, akik saját pénzt is raknak bele, ez tény. Viszont Amerikában egy teljesen üzleti, gazdasági alapon készült vállalkozás egy film, ahol befektetők vannak, és azok azért rakják be a pénzt, hogy nem azért, hogy művészetet lássanak, hanem azért, hogy visszakapják a pénzt. És ugye ezt kezeli a producer, ezért például ugye az amerikaiaknál a szerzői filmek, azok nem annyira jellemzőek, sokkal nagyobb hatalma van egy producernek kreatív, és rengetegszer van az, hogy kirúgnak egy rendezőt, mert nem tetszik a vágat. És ugye Magyarországon, meg Európában azért egy olyasfajta arthouse, vagy hát a művészi gondolkodás van, hogy a rendező tényleg az Atya Úristen a filmben, és tehát az ő véleménye és az ő ízlése határozza meg a munkát. És a kreatív producerrel nagyon jó meg lehet beszélni, konszenzusosan, és hogyha valami olyan van, amit a rendező meg lehet győzni, akkor változtat, de ez nem így van Amerikában. Na jó, és akkor visszatértél Magyarországra, és elkezdődött ez a filmes történet, és utána meg megint visszamentél Amerikába, mert hogy közben dőltek a díjak. Nem? Tehát hát, azért ez is fura. Igen, ez nagyon meg. De hogy mentél vissza, hogy így lepacsisztál ott az Oscar gálán az összes régi haverral? Hát igen, volt ilyen. Volt ilyen, de hogy igen, nekem az volt ebbe az egészben a legérdekesebb és a legszürreálisabb, mert van egy-két ilyen szürreális történetem Amerikával kapcsolatban, de ez valahogy olyan szép, hogy amikor a zene is tudom, Malek Nikivel együtt költöztünk Los Angelesbe, és egy közös stúdiót építettünk ki egy olyan épületbe, ahol az Iré Zsoltól kezdve Oscar-díjas filmzeneszerzőkig voltak, tehát ugye az volt a zenei épület, és akkor megcsináltuk a stúdiónkat, tök szép volt, és ez a Hollywood Boulevardon volt, gyakorlatilag három sarokra az Oscar-tól. Tehát ahol a Kodak színház, ahol ugye tartják az Oscar-t, és akkor mindig, amikor Oscar volt, akkor úgy nem jutottatok be dolgozni. Olyan közel vagyok, miért nem? Valamivel meg, hogy ebben hát mindig dolgoztam, szóval hogy folyamatosan munkában voltam. De ugye elzertek az utcát, gondoltam, igen, hogy nem jutsz be, és akkor menjen már le a gála, hogy bemessz. Hát akkor így megkerültük, de igen, ez így van. És aztán ez egy olyan sorszerű dolog, hogy nekem vissza kellett ide jönnöm Magyarországra, hogy eljussak a gálába, arra a gálára, ami három sarokra volt tőlem a zenei stúdiumtól. Mi történt akkor a magyar filmmel szerinted, hogy ennyire belendült? Én szerintem nagyon, nagyon oda kezdtek figyelni arra, hogy a forgatókönyvek megfelelően legyenek szupervájzolva, tehát hogy legyen egy olyan nagyon erős rosta, hogy tényleg csak a legjobb forgatókönyvek, illetve a forgatókönyv legjobb állapotát el tudják érni. Én szerintem ez egy kulcsa volt az egésznek. A pénzen túl ez min múlik? Hát ez igazándiból azon, hogy és ez nem is pénzkérdés szerintem, ez egyszerűen egy szakmai dolog, hogy addig kell gyúrni valamit, ami nem jó, és hogyha van egy bizottság, aki segíti mondjuk a forgatókönyvírót, ami történt, akkor több szem többet lát alapon. De most két teljesen különböző életkorban és életszakaszban, meg rendezői minőségben lévő emberről van szó, mert ott van Deák Kristóf, aki egy szó szerint, azt hiszem ez egy vizsgafilmnek indult, ha jól emlékszem, a Mindenki. Igen. Tulajdonképpen, de mindenképp állítható, hogy egy szinte első filmes, és a másik pedig Enyedi Ildikó, akinek meg már ott van az életmű, hát persze, a háta mögött. Igen. Szóval, hogy a két dolog érdekes módon nem is függ össze, teljesen független. Először Deák Kristóf, mivel ugye az volt először, ott egy hihetetlen jó csapat volt, aki ezt gyártotta, és aki ezt készítette, és a Kristóf maga volt a producere is Udvardi Annával a filmnek, tehát tényleg teljesen ő kezelt mindent, szerezte a pénzeket, jogosítást, tehát hogy hihetetlenül ügyesen a saját filmjének megtalálta azt az utat, ami
alapján egyre több díjat tudott nyerni, olyan piacot keresett, és akkor így el tudta juttatni a filmet oda, hogy ez bekerüljön abba a shortlistbe, és akkor onnantól nagyon, nagyon okosan és azonnal egy nemzetközi sales agency, tehát egy olyan céget megbízott, egy olyan képviselőt, aki onnantól vitte a PR-t, és vitte az egész filmnek a renoméját, és mutatta az akadémiai tagoknak, szóval, hogy ez is egy külön munka, és ezt is nagyon jó érzékkel a legjobb embert választott erre a Kristóf. Uh-huh. Úgyhogy ez nagyon-nagyon ügyesen csinálta, és hát persze a film fantasztikusan jó, és nagyon sok embernek ugye hát metaforikusan is lehet ezt úgy nézni, meg hát úgy, ahogy, és hogy azért ez egy világjelenség. Ezzel ne felejtsük el a zenét igen. Belőle. Igen, erről igen, beszéljünk igen. Már két mondatot. Hát egyrészt az... nálunk itt most nagyon megy a Nemes Nagy Ágnes ezen a csatornán, ugye folyamatosan. Jó. De hát akkor beszéljünk az apukádról, akinek te kiválasztottad tulajdonképpen a kórusművét. Kristóffal nagyon-nagyon sok időt töltöttünk a kórusművek kiválasztásával. Tehát először is ugye anyukámon keresztül, mivel hogy ő aktív énektanár volt akkor, amikor ez a film ő még akkor játszódott, tanított? Bőven akkor. Hát nem, ja, hogy amikor abban a korban. Játszódik. Igen, uh-huh. Abszolút. És akkor vele először egyeztettem, hogy mik voltak azok a kórusművek, amiket mondjuk ők énekeltek, vagy egyáltalán úgymond programon voltak, és akkor ezekből csináltunk egy nagy listát, és elkezdtük a Kristóffal, és ő is, meg én is dramaturgiailag illeszgetni, melyik zene hova illene, hogy épüljön fel. Tehát egy ilyen kis mozaik alapján így megcsináltuk a zenei ívet, és akkor utána a Bodzavirágot pedig én ajánlottam a Kristófnak, mert kerestünk egy olyan zenét, ami hát egy nagy katartikus lezárása a filmnek. És valahogy ez, hát én nagyon szerettem ezt a művet. Meg a vers is szép, meg a zene együtt. Igen, igen, és hát ez is nagy sztori, mert ez úgy született, hogy Szigligeten nyaraltunk mi minden évben, a művész telepen, az Esterházy kastélyban is, és a Nemes Nagy Ágnessel együtt voltunk egy turnusban nyáron. Uh-huh. Hát most én úgy mondom, mint hogyha jelentett gyerekként, tehát hogy anyáik révén nyilván, vagy apa révén, és megbeszélték, hogy írnak együtt valamit, és a Nemes Nagy Ágnes becsúsztatta egyik este a ajtónk alá a verset, apa megírta másnap a zenét, és visszacsúsztatta neki másnap a zenét együtt, úgyhogy ez valós történet. Ez nagyon romantikus. Ez valós történet, így alakult. És utána van olyan kórus ma Magyarországon, aki ezt nem énekli? Nincs a repertoárján? Tehát közben meg akkora divat lett. Igen, igen, éneklik nagyon sokan. Úgyhogy ez nagyon izgi volt. A Kristófnak volt egy dramaturgiai ötlete, ami nem egyezett a zenemű struktúrájának, vagy struktúrájához, és ezért ketten megpróbáltuk meggyőzni apát, hogy legyen másképpen, mint ahogy ő ezt megírta. És akkor először ugye óckodott ettől, és aztán Kristóf elmagyarázta, hogy hogy és miért, és akkor ő persze azt mondta, hogy igen, ez így akkor érthető. És akkor utána ugye nekünk fel kellett venni a kórust, a Bakástéri kiskórussal, akkor nagyon szépen megcsinálták, össze kellett raknunk a zenéket, megvágtam, meg mindent összeraktam, és akkor ahhoz, hogy a film forgatáshoz meglegyenek ezek a zenék, már fel kellett mindent venni. Úgyhogy az is egy... Ugye nyilván azt hiszik sokan, hogy ott a helyszínen énekelnek, és ez így is van bizonyos esetekben, meg van, amikor hozzákeverik a hangot a helyszínt a bejátszóhoz, de hogy általában ezek úgy történnek, hogy hang indul, elindul a film, a zenéje, és akkor ahhoz hozzá énekelnek ott a színészek. Egyszerűen kihagyhatatlan számomra az, hogy megemlítsem, hogy te mennyire jó pedagógus vagy, és én ezt azért tudom, mert nagyon-nagyon sok zeneszerzővel kapcsolatban állok, olyanokkal is, akiket már nem tanítasz, olyanokkal is, akiket tanítasz. Egyöntetű, és egyébként én is ezt tapasztalom, amit te is mondtál, hogy leülhetsz akárhány Oscar után beszélgetni egy
adott zeneszerzővel Amerikában, veled ugyanezt érzem, szóval nem... Annyira a kedvesség, a jó indulat és az út egyengetés van benned szerintem, hogyha mondjuk a növendékeidre, a tanítványaidra gondolsz, nem? Abszolút. Soha nem érzem benned azt, hogy bármilyen féltékenység lenne, vagy nem tudom, mert azért az is nagyon nehéz lehet, amikor azt te, mert ezt a tudást te átadod, de hogy ez azért van, azért tudod megtenni, mert egyszerűen te annyira harmóniában vagy, jól vagy a saját életeddel? Igen, meg hát én szerintem a tanításnak pontosan, aki tanár és ezzel foglalkozik, annak azt kell néznie, hogy mi a növendék érdeke, és mi az, amivel mi tudjuk segíteni. És nekem tényleg csodálatos boldogság látni, hogy az összes diákom, volt diákom is el tudott helyezkedni, funkcionálnak, írnak, díjakat nyernek, külföldön vannak, vagy külföldi produkciók premierjeik vannak tényleg. Úgyhogy ez nekem nagyon nagy öröm, és szerintem igazándiból itt mindenkinek megvan az útja, és aminek lennie kell, az úgy is lesz, és én nekem soha meg nem fordult a fejembe, sőt, hát mindig segítek is, sőt, is ajánlok embereket, hogyha valami olyan film jön fel, amit mondjuk úgy érzem, hogy vagy nem tudok megcsinálni időben, vagy mondjuk nem az én zsánerem. Tehát, hogy ezt rengetegszer szoktam, és hát ez része az egésznek, hogy így egyengessük tovább. Ezt mindig elmondom nekik a diploma után, hogy nem áll meg a nyugodtan bármikor mutassanak meg bármit. És örömmel. Meg hogy közben ez is egy olyan dolog, amikor a mestert fel lehet hívni a diploma megszerzése után, és szerintem ami önmagában a legnagyobb ajándék egy diplomaosztóra, nem? Hát persze, ez és nekem is, hát örülök mindenkinek tényleg, aki sikeres, én is szoktam őket keresni, és úgy mindenki olyan jól boldogul, azt veszem észre. Úgyhogy ez nekem egy tényleg nagy öröm. Na hát, ha már ajándékoknál tartunk, most akkor itt kiszólok én a világnak. Az a helyzet, hogyha szemfüles a komáromi ember, akkor időről időre találkozhat Balázs Ádámmal Komáromban is, akár egy étteremben. Ugyanis úgy tudom, mert mindig itt az életrecepteket kutatjuk, de most neked ételreceptet hoztam. Szóval hoztam neked 2 darab knédlit, ezt most át is adom neked szeretettel. Egyenesen Szlovákiából, ez egy jó minőségű. Igen. De, hogy téged miért is tudunk megtalálni Szlovákiában olyan gyakran? Szeretre a szlovák konyhát? Igen, nagyon-nagyon. Honnan? Is. Mikor ettél te először? Megvolt egy, mi szoktunk ilyeneket csinálni így a családban, hogy így eszünkbe jut valami, és akkor ez mennyire jó ötlet lenne, hogyha átugornánk Komáromba ebédelni. Mert tényleg 1 órára van körülbelül Budapesttől autóval, és hogy elkezdtük ezt, és utána annyira megtetszett, és annyira szerettük ott a változatosságot, meg annyira finomak az ételek, hogy mindig visszajártunk. Vittük a kutyát is, tehát ugye ilyen tényleg kirándulás volt. És akkor van több étterem, vagy csak egy? Hát már javasoltatok, ilyen 3 étterem forog, úgyhogy azokat rotáljuk, és hát mindegyik jobbnál jobbak. Úgyhogy én nagyon szeretem. Hát én most büszke komáromiként megköszönöm Ádámnak, hogy ma velünk volt. Nagyon remélem, hogy még lesz alkalom rá, hogy beszélgessünk, mert azt hiszem, hogy azt szokták mondani, én nem vagyok, tudod, hivatásos újságíró semmilyen szinten. De azt mondják, voltál, hogy az a jó interjú, amikor azt érzi mindkét fél, hogy még lenne miről, meg lenne még mit kérdezni, és én most már teljesen így jártam. Úgyhogy köszönöm én szépen. Is köszönöm, nagyon jól éreztem magam. Köszönöm. Én is. Ti pedig ne feledkezzetek meg feliratkozni a YouTube csatornánkra, keresetek minket a Facebookon és az Instagramon és a beszélgetéseinket, meghallgathatjátok a Spotify-on is. Tartsatok velünk legközelebb, és sziasztok!